Hajléktalanok kaptak karácsony alkalmából csomagot a kapitánypusztai melegedőben. Elsősorban a önök előtt szeretném megköszönni itt a kollégáknak és a munkatársaknak azt az egész éves fáradozást, amit az önök érdekében végeznek. Azt gondolom, hogy elismerésre méltó az, amit tesznek. Az önkormányzat próbálja is támogatni ezt a hajléktalan melegetőt és a fenntartásban segíteni. Én azt gondolom, hogy mindaddig, amíg nekem lehetőségem van, mint polgármesternek ebben segítséget nyújtani, azt a továbbiakban is igyekszem megtenni, úgyhogy csak bíztatni tudnak ilyen értelemben benneteket. Aztán, hogy majd mit hoz a jövő, azt a jövő októberben meglátjuk, de addig legalább itt helyben ilyen értelemben békénnyi van. Kovács Eszter nálunk a szociális ágazatért felelős alpolgármester asszony, ő tavaly évben is itt volt, elbeszélgetett az akkor jelenlévőkkel. Nem tudom, hogy ahhoz képest mennyit változott az összetétel, mert minden évben azért sajnos új arcokkal is találkozunk. Ne értsék félre, nem azért mondtam, hogy sajnos, hanem azért, hogy vannak olyanok, akik ilyen helyzetbe kerülnek. Úgyhogy én azt kívánom, hogy az a kis ajándék, amivel most próbáljuk ezeket a napokat enyhíteni, vagy egy kicsi karácsonyi hangulatot lopni itt az év végébe, az talán hasznos lesz a jelenlévők számára. Úgyhogy ha megengedik, akkor én mindenkinek elsősorban egészséget, egyébként pedig nyugodt, békés ünnepeket kívánok. Viszont. És még egyszer köszönöm. Csomagokat szétosztogatom, mert szeretettel. Utána, ha bárkinek kérése, kérdése, vagy bármi egyéb van, azzal tudja szót váltani. Ahogy itt hallgattam önt, hogy beszélt, egyfelől nagyon tetszett, hogy nagyon-nagyon közvetlenül szólította meg az embereket, de mindig elgondolkodom azon, hogy azért nehéz lehet ilyen helyeken beszélgetni az emberekkel, hiszen óvatosan kell, hogy meg ne sértse az ember az érzékenységüket, hiszen egyfelől segítséget hoznak nekik, de a valóban a helyzetüken változtatni talán sokkal nehezebb. Mennyire lehet valóban segíteni a hajléktalanná váltakon, és mi a helyzet Pesterzsébeten? Mennyien vannak? Az Isten igazáboli létszámot azt én nem fogom tudni önöknek pontosan megmondani. A hajléktalan melegedőt vezető kollégákkal egy szoros együttműködésünk van, tehát az ő információk alapján tudjuk, hogy körülbelül olyan 50 fő az, aki teljesen egyértelműen hozzák köthető. Nyilvánvalóan van átjárás, mert hát ismerősöket én azt gondolom ők hoznak, visznek magukkal. És amit mi igazából ebben a dologban tenni tudunk, ugye önkormányzati alap ellátási kötelezettség az, hogy mi a hajléktalanoknak a gondozását nappali melegedő szintjén megoldjuk. Ehhez mi társakat kerestünk, mert nyilván a mi rendszerünk erre nem volt készen. Így tudtuk az Ónodi Zoliék csapatát megtalálni, de már évekkel ezelőtt. És ami anyagi segítség esetleg kell nekik, vagy egy-egy ilyen alkalommal, egy-egy rendezvénnyel megszínesíteni a hétköznapjaikat, ezek azok, amiben mi így együtt szoktunk egymással működni nagyon szívesen. Egyébként meg borzasztó nehéz dolog ez valóban, de hát hiszen ők pont ugyanolyan emberek egyébként, mint mi vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy teljesen természetesen úgy, ahogy önnel, egy vadidegennel képes vagyok leállni, beszélgetni, számomra ez is az a kategória. Nyilván az ő lelkük kicsit másképp van összerendezve, ez nem is kérdés. Mindig az motoszkál bennem, hogy hajléktalanná bárki bármelyik pillanatban válhat. Nem kell ehhez egyébként borzasztó nagy dolog, kell egy válás, egy betegség, egy munkanélküliség, egy hitel, és mire észreveszi, az ember utcán van. Hát szerintem, hogyha ezt úgy az ember úgy tudatosítja magába, akkor az ilyenfajta kommunikáció is sokkal könnyebb. Azt mondják, hogyha valaki kikerül az utcára, hogy nagyon-nagyon nehéz visszajutni. És hogy sokszor nem feltétlenül a pillanatnyi segítségek, amik igazán számítanak, hanem a lehetőség adása. Mennyire nehéz manapság vajon? Mit tapasztalnak, hogy nyilván számokat most nem tud mondani, de hogy ha beszélgetnek esetleg itt Zolival, hogy mennyire sikeresen lehet visszailleszteni őket vajon a társadalomban, vagy mennyire nehéz ez manapság? Nekem az a véleményem, hogy akkor lehet valakit igazán ügyesen visszailleszteni, hogyha még egész az elején sikerül elcsípni, most nem feltétlenül jó szóval, de tetten érni azt az állapotot, amiben ő van, mert akkor még nem válik antiszociálissá. És ezt tessék jól érteni mindenki számára. Tehát nyilván egy idő után, amikor már az ember bezár, akkor újra nyitni elképesztően nehéz feladat. Tevékenykedünk is, az utcáról a lakásba
egyesület, alapítvány, és ez a kör segít nekünk abban, hogy akik egyébként még erre hajlandóak, azoknak megpróbáljunk valami lehetőséget biztosítani. Ebben az évben két pár számára adott az önkormányzat lehetőséget, bérlőkijelölési jogot kapott az alapítvány, és a melegedő munkatársaival választották ki, hogy kik legyenek azok a személyek, akik erre most ebben a pillanatban alkalmasak. Nagyon-nagyon szeretném pozitív élményként megélni azt, hogy sikerült őket megtalálni. Néhány évvel ezelőtt volt arra tervünk, elszánásunk, hogy próbáljunk meg az erdőből, itt a mellettünk lévő erdőből kigondozni családokat. Hát az is olyan fél siker volt, mert a sátortól a lakókocsin át a kislakásig, abba is adott be az önkormányzat lakást, tettük el őket, de hát nyilvánvalóan, hogyha egy szociális segítő háttér van, akkor az egy könnyebb dolog. Ennél a két családnál vagy párnál, akit említettem, ott van szociális háttér, mert az alapítvány azt is vállalja, hogy őket bevonja a lakás felújításába, közösen alakítják ki azt a teret, amiben ők élni fognak, munkát tudnak nekik biztosítani, bár ebben az esetben úgy tűnik, hogy van is munkalehetőségük, tehát hogy azért az ő támogatásuk aznál hosszabb kell legyen, mint az, hogy egyszer-egyszer rájuk nézünk, vagy egy-egy ötletet földobunk. Mennyire lehet vajon a potenciális munkáltatókat kicsit motiválni arra, hogy kevesebb előítélettel álljanak hajléktalan potenciális munkavállalók felé, illetve mennyire szükséges vajon a lakosságot egy kicsit érzékenyíteni manapság? Valószínűleg nagyon. Most ezt így végig gondolva, tehát van közöttük nagyon sok olyan, akiről, ha egyébként az utcán szembe találkozunk velük, nem mondja meg az ember, hogy hajléktalan. Tehát nyilvánvaló, hogyha valaki ezt a fajta állapotot fönn tudja tartani, akkor annak könnyebb a sorsa. Volt olyan úr is, aki egyébként utcán élt, és egyébként illatosan jött-ment, és szépen lefürdött, mert egyébként számára a szegénység, meg az, hogy rendezetlen az állapota, az nem függött össze. Tehát nyilván, hogyha nagy tömegbe és elhanyagoltabb állapotba lévőkkel találkozik a társadalom bármelyik tagja, azért azon megrökönyödik, és a komfortérzetét elveszíti. De nem tudom, tehát nyilván vannak lehetőségek, amiket ki kell, ki is lehet használni, van, amit nem, és ők is, miután mondtam, ugyanúgy emberekből vannak, mint mi, tehát különbözőek. Hanyadik éve él az utcán, hanyadik éve hajléktalan? Hetedik éve. És megtudhatom-e, hogy történt az, hogy az utcára került hirtelen? Hát megmondom az őszintén, ez nagyon sokáig tartan, ez csak röviden annyit mondanák, hogy a szüleim meghaltak, és úgy kerültem ki az utcára. És munkát nehezen talált, gondolom? Hát nem, azóta nem is tudok nagyon dolgozni, mert volt egy balesetem, leestem a második emeletről a betonra, háttal is a gerincemet műtötték. Most adtam be a leszállalékolásomat, azt várom, de a negyedik hónapja sajnos nem küldik a leszállalékozóba. Nem tudom, hogy mi van ott a Tököli úton, de azt várom, hogy valamit küldjenek, hogy döntöttek rólam. Azóta nem dolgozok, persze. És milyen nehéz volt megtanulni ezt az egészen másfajta létezési formát, amikor nem lakásban lakik az ember, hanem szabad ég alatt? Hát ezt kényszerből kellett megtanulni, Csóka. Megmondom az őszintét, én ezt soha nem tudtam megtanulni, de rávitt a kényszer sajnos, hogy kikerültem az utcára, és azóta is kint vagyok sajnos. És mik a legfontosabb dolgok, amiket az ember ilyenkor megtanul? Hát az, hogy kell az, hogy életben maradjon az ember, ennivalót szerezni, általában kéregetni szoktam, úgy nagyobb báruházoknál, Tesco, Ocean, itt ott, és úgy szoktam estére vacsorát csinálni magamnak. És valami sátrat, vagy valamit fel tudott magának húzni? Nem, soha nem volt itt sátor. Amióta így tudom az eszemet, egyszer vagy kétszer aludtam sátorba, itt ezen a részen a barátnőmmel, de azóta sajnos szétváltunk, és én kint fogok a belvárosba az utcán. És akkor időnként esetleg behúzódik épületekbe, vagy mindig az utcán alszik, vagy padon? Az utcán vagyok egyfolytában, hanem vannak, amikor nyitva van egy-két ilyen bérház, akkor persze a lépcsőházba beszoktam húzódni, hogyha nagyon-nagyon hideg van, ilyen mínusz 5-6-7, akkor persze behúzódok. És hogy lehet ezt a hideget elviselni? Most például mezítláb van. Hát most azért nem fázok, mert kijöttem a melegről, most egész végig bent voltam. Persze, hogyha sokáig maradnák kint így mezítláb, biztos, hogy lefagyna a lábom. Úgyhogy kint azért fel volt költözve, rendesen ilyen 3-4-5 pulcsi szokott rajtam lenni, 3 mackó, 2 zokni, meg minden, úgyhogy sapka, ami kell. Van 2 plédem, és azzal szoktam takarózni így esténként.
Mit tapasztal általában, hogy mennyire nehéz a hajléktalan létből kitörni és visszajutni az úgynevezett rendes civilizált életformák közé? Hát szerintem a százalékba számítva olyan 5% az esély, hogy sikerül, 95% az, hogy nem. És ennek mi az oka? Hát egyáltalán senki nem segít. Nekem. Nekem senki nem segít. Amit én kéregetek, abból élek. Senki ezen kívül, itt a kerakon kívül, mert én 7 éve ide járok, nekem ez a második otthonom, az utca az első, mert persze ott alszok, ez a második otthonom, a kerak, 7 éve ide járok, egyedül ők segítenek csak, a kerak dolgozói. Amit nagyon szépen köszönök nekik, mert tényleg, hogy van rendesek, hogy nem igaz. És mit tapasztal, hogy egyébként az emberek mennyire kirekesztőek a hajléktalanokkal szemben? Hát a legtöbb ember az meg se hallgat, amikor kéregetek, meg se állnak ilyen 500-ból 2-3 személy áll meg mostanában, amikor a kiába karácsony előtt vagyunk, nem nagyon segítenek. És általában, hogyha munkáért menne, akkor az is egy bélyeg, hogy hajléktalan is, hogy ez látszik önön? Mondjam, az a probléma, hogy én leszállalékás valami, és én, nekem vannak sok betegségeim vannak, és én nem tudok dolgozni. Próbáltam sepregetni, egy óra hosszát bírtam sepregetni, most leültem. Nem megy a gerincem miatt, meg a derekam miatt, nem bírok. Tulajdonképpen ebben kénytelen belenyugodni abba, hogy valószínűleg nem tud változtatni ezen? Én nem tudok egyáltalán. Várom most ezt a leszállalékolást, hogy valami kis pénzt fogjak tudni kapni, mert még soha nem kaptam az államtól egy filért se. Soha egyáltalán. Úgyhogy nem tudom még mi lesz. Sajnos. És család, más családtagok vannak, akik tudnának segíteni? Nincsen senki, egyedül vagyok. Egyedüli gyerek vagyok, meghaltak a szüleim, és így még maradtam egyedülként. És akkor mi az, ami tovább viszi minden nap? Hát az, hogy élni szeretnék, nem szeretnék belekerülni, ennyi az egész röviden. Hanyadik éve él az utcán? Törve 15, már lassan. Hát nem annyi, mert 12 éve nyílt meg ez kb., ha jól emlékszem. És erdőben él, vagy sátorban, vagy esetleg behúzódik házakba? Nem, hát az a helyzet, hogy valamikor igen kint, valamikor hajléktalan szállón lakom. Általában miért mennek kevesebben hajléktalan szállóra? Mi a baj a hajléktalan szállókkal? Én szerintem az a baj, az emberek félnek attól, hogy állítólag azt mondják, hogy lopnak vagy nem lopnak, de én nem félek, mert az a biztosabb, mert én megmondom őszintén, azért csak fedél van az ember feje fölött, és minden nap lehet tisztálkodni, lehet mosni, én nekem semmi problémám nincs ezzel. Megkérdezhetem, hogy annak idején milyen életkörülmények hozták úgy, hogy az utcára került? Elváltam a feleségemtől 16 év házasság után. A többit már inkább hagyjuk ki, mert az nem így van. Mert ugye a lakás nem az enyém lett, az asszonyom, és mindegy. És utána elvesztette a munkáját, és nem talált újból, vagy? Nem, dolgoztam, csak nem voltam bejelentve, ez a baj. Ez egy más téma. És igazából, hogyha az ember egyszer eljut az utcára onnan, nagyon nehéz visszakerülni a társadalomba, úgymond? Nem. Vissza lehet jutni. Vissza. Dolgoztam azóta külföldön is, minden. Most nem megy. Nem megy, mert most a szüleimet vesztettem, inkább az a baj. És akkor gondolom, emiatt ez a szomorúság, ez egy kicsit megnehezíti az újabb újrakezdést? Most egy kicsit megrodgyantam, sajnos. Ennyi. Nem szégyellem el ez. És mit tapasztal az emberek, mennyire segítőkészek a hajléktalanok a szemben, vagy mennyire távolságtartóak? Hát én azt mondom őszintén, hogy nem mindenki távolságtartó, csak ez hozzáállás kérdés, hogy az ember hogy szólít le egy embert az utcán, és kér valamit, vagy intelligensen, vagy nem intelligensen, én azt szoktam mondani. És akkor igazából abból él, amit az emberektől kap segítségül? Nem igazán. Hanem? Hát, megmondom őszintén, nézze, nem szégyellem, valamikor tukázok, és valamikor, ha van munka, alkalmi lehetőség, akkor el megdolgozni. Elég jó szakmám van, hál' Istennek. Milyen szakmája van? Vasbetonszerelő. Csak mivel már elmúltam 60 éves, már nehezen fogadnak el, nehezen vesznek fel, sajnos. És általában mit tapasztal, hogy mennyire nehéz vagy könnyű visszakerülni rendes életbe vajon? Hát, ez sok mindentől függ. Nem mondok nyíltan semmit se. Nem, mert az úgy működik, hogy nézd, általában a legtöbb hajléktalan alkoholista, ezt maga is tudja, gondolom. És
az még csak egy dolog, csak inkább az a gond, hogy mikor el akar helyezkedni az ember, akkor megkérdezik, hány éves, már így kezdődik a játék, ez már hiba, és nincs nagyon válogatási lehetőség már ezen a téren. Tulajdonképpen az utca kénytelen kelletlen az emberből kihozza azt, hogy iszik, hiszen másképp sokkal nehezebb, viszont ez meg is akadályozza, hogy visszakerüljön? Nem. 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 Mi vannak olyan munkahelyek, ahol most is isznak az emberek, én tudom. Hát, én az igazat mondtam ki, nyíltan, kimerem mondom, bárkinek. Nem, nem. De nem, nem az nem múlik a dolog, inkább azon múlik, hogy az állóképesség egy romlik az embernek, hogyha kint lakik az utcán, annyi az egész. Ennyi, ennyi. És mennyire vágyik arra, hogy visszakerüljön? Mert vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ők szívesebben élnek az utcán például. Én az utcára nem kíváncsi. Nem vagyok rá kíváncsi, abszolút nem. Nappal kimegyek, haverokkal találkozok, minden, de én nekem csak éjjel fedél legyen a fejem fölött, tudjak fürödni, tisztálkodni, és kész, ennyi az egész. Ha kiválhatna egyet valami jó tündértől, az mi lenne? Mi? Hát egészséget. Van egészség? Kicsit. Kicsit van probléma. Tehát akkor kicsit több egészséget? De most elmondom hölgyem magának, hogy ez úgy működik, hogy én azt kívánom, hogy 21-én hagyj menjek ki Itáliába. Azon belül hova menne? Milánóba. És ott mit csinálna? Megyek a barátomhoz. 16 éven keresztül. És akkor most is meglátogatná? Nem, jön ide a haverom, és én megyek 21-én. Szeretem az olaszokat. Franciákat is, az olaszokat is. Régebben sokat utazott? Igen. Egy pár országban dolgoztam, és nem nyertem bele semmit sem, sajnos. És hogyha mondjuk visszamenne 15-16 évvel ezelőttre, lehet, hogy másképp folytatná? Akkor másképp alakulna ebben az aggyal, azt szokták mondani. Másképp működne, biztos vagyok benne. Az egyházi fenntartásban indult ez az intézmény, Keresztény Advent Közösség kezdte el a működtetését, majd 2014-ben lett alapítványi, akkor a Keresztény Advent Közösség létrehozott egy alapítványt, és akkor így lett a közösségnek az alapítványa. Gyakorlatilag azóta is így működik. És hányan látják el itt a feladatokat? Hát kicsit változó, de összességében 10 munkatárs dolgozik. És általában ugye, ha jól tudom, nagyjából 60 fő a befogadó képessége a melegedőnek. Milyen a kihasználtsága? A kihasználtsága 60 fő fölött van, gyakorlatilag 70-80 fő naponta. Ez egy átlag számítás, ez van egy képlet, szóval ez most van egy bonyolultabb része is, de ez most lényegtelen. És az, hogy melegedő, az azt jelenti, hogy nyilván bejöhetnek és melegednek, azon kívül még mást is kapnak itt. Igen, én azt gondolom, hogy ez a meleg, tehát amikor elindult a melegedő, amikor ezt a törvény meghatározta, azóta már rengeteget változott ez a műfaj. És a melegedés az csak egy nagyon alap dolog, és nagyon, hát ugye nyáron például ugyanannyian jönnek, mint télen, akkor nem melegedésről van szó, akkor hűvösre jönnek mondjuk, de az étel, tehát rengeteg adományt kapunk, amit tovább tudunk adni, élelmiszer, ruha, akkor internet használat, telefon használat, tehát így mosás, illetőség, fürdés, ezek mind benne vannak. Mennyire állandóak a látogató közönség, hogy így hívjam őket, és mennyire változó az összetétel a hajléktalanoknak, akik ide jönnek? Mindenképpen van benne egy nagyfokú kiszámíthatatlanság, de hogy ki mikor bukkan fel és miért, de azért úgy van állandóság is. Tehát inkább az állandóság a jellemző. És a bizalom vagy a bizalmatlanság jellemzi a hajléktalanokat, vagy ez is változó? Inkább a bizalom, legalábbis az, hogy valaki bejön és nem akar magáról semmit mondani, az nagyon ritka. Szerintem az, hogy mi itt egy peremkerület peremén vagyunk, egy családias hangulatú környezetünk, hiába egy ipari telep, de mégse egy belváros. Nyugalom, tehát nagyobb a nyugalom itt, és akik ide jönnek, szerintem nyugalomra vágynak, és aki nyugalomra vágyik, hát az jó van, amikor zárkozott, de úgy összességében azért úgy tehát a kommunikációt azt tudunk velük folytatni. Mit tapasztalnak általában, aki hajléktalanná válik, az egy bizonyos idő elteltével egyre nehezebb változtatni ezen az életmódon? Igen, egyre nehezebb.
Tehát abszolút, tehát mindig ezek a dolgok egymást szülik, gerjesztik, tehát egymás hatványozottan hatnak, tehát ebből egyre nehezebb kiszállni. És mit gondol, mi a valódi segítség? A valódi segítség szerintem a befogadás, tehát itt igazából, hogyha társadalmi befogadás van, és megvannak ezek a támaszok, akkor arra már lehet építeni. Nyilván, és a szociális munkásoknak azért nem mindig van erre kapacitása, tehát nagyon jó, hogyha vannak külső önkéntesek, segítők, akik így embereket felkarolnak egy tehát mi mégis hivatalos személyek vagyunk, ez is fontos, akárhogy is működünk, míg egy önkéntes nem hivatalos személy, tehát ez sokkal másabb viszony, és közelebb van a társadalomhoz az ő szemükben szerintem, mint mi egy hivatalos személyként. Mit tapasztal egy szociális munkás, mennyi idő után ég ki? Ez szerintem nagyon sok mindentől függ. Elég hozzá szerintem akár egy év is, de van, akinél lehet, hogy ez nem következik be 10 év után sem. Szerintem nagyon sok függ itt a munkarendtől, tehát hogy kinek mennyi ideje van, milyen érdeklődési köre van még a munkája mellett, hol tud feltöltekezni, tehát nekünk is nagyon fontos, hogy milyen háttérrel rendelkezünk. Van-e hobbink, bármi, ezek mind nagyon sokat számítanak. Meg hogy egymáshoz hogyan viszonyulunk, tehát hogy amikor bejövünk, én nagyon szívesen jövök ide, mert a kollégáimmal jól érzem magam, ez fontos. És melyek azok a helyzetek, amiket talán a legnehezebb önöknek is megélni? Én azt élem meg legnehezebben, amikor hát valakitől meg kell válnunk, tehát most nem úgy értem, hogy meghal, hanem hogy tehát gyakorlatilag vannak bizonyos kritériumok az intézmény igénybevételéhez, és egy bizonyos pont után nem tudjuk biztosítani, mert nem tudunk együttműködni. Lehet ez egy agresszív fellépés, pszichiátriai betegség miatt, amikor megfenyegetnek minket, meg mi egymás, és akkor, mikor sajnos ki kell tiltanunk valakit, tehát ez a kitiltásnak a rendszere, akkor gyakorlatilag az emberek azt gondolják, hogy mi nem szeretjük őket, utáljuk őket, bármi ilyesmi, ott rengeteget vívódunk, hogy ezt a döntést meg kell hozni, de végül nem marad más választásunk, nem csak magunk miatt, hanem a többi ember miatt is, aki ide jár. És ezt nem tudjuk átvinni, és ez így fájó és megterelő számomra legalábbis, hogy ő teljesen mást lát ebben az egész dologban, mint ami van. Nyilván, aki szociális munkásnak megy, annak fontos, hogy segíteni tudjon. Mennyire nehéz van átlendülni, hogy igazából itt mondhatjuk azt, hogy egy átmeneti segítséget tudnak adni, hogy ezen túl mennyire nehéz, hogy nem nagyon lehet ennél többet. Hát ez olyan sajnálkozás részemről inkább, tehát nagyon, tényleg nagyon jó lenne, nagyon, hogy lennének rendes, tehát megfelelő számú rehabilitációs intézmények, ahova tovább lehet lépni, akár függőségeket kezelni, élet, tehát ahol tényleg oda tudja szánni magát a szociális gárda rendesen arra, hogy nem az alapszükségletek kielégítésével foglalkozik, hanem a már magasabb igények kerülnek előtérbe, és akkor is több év szerintem, amíg igazából úgy helyére rázódik egy ember, attól is, hogy milyen régóta van benne, persze.